Augusztus 5-én szombaton végig kísértük a 30. jubileumi mézvásár és méz találkozó programjait. A több hónapos előkészítő munka meghozta a gyümölcsét, a nívós programok mellett a jubileumnak megfelelő fennkölt pillanatok is megjelentek a műsorban. Ilyen volt a jászsági mézlovagrend megalapítása, és persze a mézkirálynő választás. Évek óta a Közép-Kelet-Európa legnagyobb mézvásárának és szakmai találkozójának tartják a Jászberényit, mely a 3 évtized alatt folyamatosan számíthatott az önkormányzat támogatására, illetve a város és megye elismerésére. A mézvásár egyik jelképe a mindenkori mézkirálynő, aki a rendezvény reggelén körbe kocsikázta és fényképezte Jászberény belvárosát. A települést, ahol fejére került a mézes korona, és ahol megkezdte egy éves mézes szolgálatát. Rozman Gréta megérkezésére vártak a szervezők is, hiszen a mézkirálynő vezette fel az összes öreglet mézlovagrendek felvonulását. A 30. nemzetközi mézvásár és méz találkozó egyik legfontosabb momentuma maga a kezdés. 15 meghívott mézlovagrend látogatott el Jászberénybe, hogy részt vegyenek a 16. a jászsági mézlovagrend avatásán. A hazai 15 lovagrend szinte maradéktalanul képviseltette magát, hogy lássák megszületni a 16-at, a jászsági mézlovagrendet. A bercsényi sportcsarnok tel is tele volt érdeklődőkkel, összegyűltek a mézimádók, a vásározók, a szakmabeliek, a konyhai fogyasztók és a szórakozni nézelődni vágyók. Mindenki, akinek volt valaha vagy a jövőben lesz köze a mézhez. A ceremoniális bevonulások után ünnepi gondolatok töltötték meg a jubileumi megnyitót. Az Egyesület, ahogy mondtuk, 30. alkalommal rendezte ezt a mézvásárt és programot. Ez egyébként nagy valószínűséggel szerepet játszott abban, hogy 2017-ben a Jász-Nagykun-Szolnok megyéért díjat is az Egyesület kapta. Köszönetét a város és a megye ilyen formán tudja kifejezni a Szatmári László Jászsági Méhész Egyesület áldozatos szervező munkájáért, mondta a polgármester. Ez a durván 20 ezer méhész család, akik dolgoznak, több mint 1 millió méh családdal, az egy olyan teljesítmény, amelyre nagyon büszkék lehetünk. Dr. Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára megnyitó gondolataiban kifejtette, hogy az ökológiai szerepe ennek az ágazatnak óriási. Az elmúlt 30 évben sikerült a vitákat rendezni, a színvonalat és a mézfogyasztást pedig emelni. 30 dekagramról eljutottunk 70 dekagramig a fogyasztásban, a egyfőre eső mézfogyasztásban. Ez egy óriási siker, csak annak köszönhető, hogy meg tudtuk mutatni magunkat, hogy megalakultak a lovagrendek, hogy mézkirálynőnk van, hogy szakmai szervezeteink vannak, hogy Jászberényünk van, és már 30 éve kinyitja a kaput, föllebbenti a titkok fájtlát magáról a méhészetről, engedi megnézni a civileknek, hogy hogyan készül a méh, enged betekintést a méhek rejtett világába, életébe, és ez egy olyan lehetőség, amely fölkelti az emberek érdeklődését azért, hogy akkor a mézzel kapcsolatban újabb fogyasztásra serkentsük őket. Az államtitkár szerint azért is tudott ez a rendezvény idáig fejlődni, mert itt Jászberényben sikerült társadalmasítani a méhészet szakmaiságát. Méhecske nélkül, méhek nélkül nem lehet termelni. Puccs János országgyűlési képviselő saját agrártapasztalatain keresztül erősítette meg, hogy a mezőgazdaságban milyen jelentősége van a beporzásban segítő méheknek. Hiába az új technológia vagy a legkorszerűbb vetőmag, ha nincs méh és elhivatott méhész, mint Molnár György, a szervező egyesület elnöke.
Legyünk együtt büszkék az elmúlt 30 évre. A Jászság országgyűlése képviselőjeként szeretnék tisztelettel gratulálni Molnár György úrnak, az Egyesület elnökének. Az ő munkája, az a 30 év, amit neki köszönhetünk, az a szenvedély, amit az ő személyében megismertünk, az méltó arra, hogy a nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án miniszteri kitüntetésben részesüljön. Gratulálok hozzá. Köszönöm, hogy meghallgattak. Persze a méz értékesítéséhez és a fogyasztási szokások megváltoztatásához szükséges az országos marketing. Ennek egyik fő oszlopa a méz királynő, aki egész esztendőben képviseli és népszerűsíti a hazai aranylónedőt. Igyekeztem minél több fogyasztóval találkozni személyesen, vagy éppen az online felületeken. Az óvodai és iskolai látogatások, mézkóstolók, gasztronómiai rendezvények, mézvásárok és fesztiválok, kampányvideók és mézfogyasztást ösztönző reklámok mind-mind a magyar mézfogyasztást ösztönző marketing terv részei voltak. Rozman Gréta a leköszönő méz királynő éves számadásában összefoglalta, hogy milyen módon igyekezett erősíteni a hazai méz marketinget, és milyen tapasztalatokat, élményeket szerzett királynősége idején. Milyen tapasztalatot fogsz átadni, ha már ezt emlegetjük, ugye az utánad következő utódnak? Hogy legyen nyitott az emberek felé, a gyerekek felé, próbáljon minél többet tenni a méhészekért, hiszen ők is érte vannak, és vele vannak, és kölcsönösen segítsék egymást, illetve hogy marketinget a magyar méznek, ahogy az én jelszavam is mondta még anno egy évvel ezelőtt, és tartottam ehhez magam. Elégedett vagy az egy év után, tehát a kitűzött célkitűzéseket sikerült megvalósítani, vagy akár túlszárnyalni? Mindig van hova fejlődni, illetve még többet tenni, de elégedett vagyok. Amiket elterveztem, azokat meg is valósítottam, és bízom benne, hogy minél többet tudtam tenni a méhész társadalomért. Ezután a Szatmári László Jászsági Méhész Egyesület vezetősége oklevelekkel jutalmazta tagjait. Ezüst okleveles méhész kitüntetést kapott Sinka Imre jászberényi méhész több mint 20 éves példaértékű szakmai tudása elismeréseként. Aranyokleveles méhész kitüntetése javasolja Kőműves József, jászberényben méhészkedő és az Egyesületben tevékenykedő méhésztársak. A 90 esztendős Józsi bácsi több mint 50 éves méhészkedése, példaértékű szakmai tudása és az egyesületi közösségben gyakorolt jobbító ötletei teszik alkalmassá erre a kitüntetésre. Az Egyesület aranyokleveles méhész kitüntetést adományozott még Zana Attila jászladányi méhésztársuknak, aki szintén több mint 50 éves méhészkedése mellett 40 évig méhegészségügyi felelős volt, valamint Zsáboki Balázs jászberényi méhésztársuknak is, aki több mint 30 éves példaértékű szakmai tudásával és önzetlen segítségével támogatja az Egyesület munkáját. 30. jubileumi mézvásár alkalmából az Országos Magyar Méhészeti Egyesület a Magyar Méhészetért díjat adományozza Molnár Györgynek, a Szatmári László Jászsági Méhészegyesület elnökének. Igazi meglepetés volt, amikor az OMME vezetősége köszönetét fejezte ki a díjátadásával Molnár Györgynek 30 éves közösségét végzett áldozatos munkájáért. A számomra nagyon nagy megtiszteltetés, nem számítottam rá, de ez nem csak az én munkám eredménye nyilván, hanem azoknak a munkájának az eredménye is, akik nekem segítettek ebben a szervezésben. Hát azért főleg az utóbbi néhány évben nagyon nagy háttérmunkára volt szükség ahhoz, hogy ez zökkenőmentesen megszervezhető legyen ez a nemzetközi mézvásár. Az idei Barnabás méhészetért díjat három intézmény, illetve szervezet hozta létre 2015-ben. A Szatmári László Jászsági Méhész Egyesület, a Jász Múzeum és Jász Dózsa önkormányzata. Azzal a szándékkal, hogy emléket állítsanak a Jász Dózsán született és a jászsági származására mindig büszke méhészeti szakírónak, Zsidei Barnabásnak. Kaptam már egy néhány kitüntetést, de ez különösen becses számomra, annál inkább, mert egy olyan emberre emlékszem, aki hát úgymond bizonyos értelemben mentoromnak tekintettem. A díjazott hitvallása a fő foglalkozásában és a méhészet irodalmában, gyakorlatában is megismert alkalmazott tények, összefüggések, szigorú tiszteletben tartása, mindenfajta szubjektivitás mellőzésével.
protokoláris megnyitót követően szemünknek kedves látvány volt az idei Méz királynő jelöltek felvonulása. 9 hölgy mérettette meg magát szakmai ismereteiből, kommunikatív képességeiből és külső jegyei által. Idei jubileumnak természetesen voltak különlegességei. Egyik ilyen volt, hogy nem egy, hanem mindjárt 3 sztár fellépőt is felsorakoztatott a Mészvásár nagy színpada. Az első még délelőtt Kovács Kati, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas magyar előadó művész énekesnő, dalszövegíró színésznő volt, aki szintén lelkes mézfogyasztó. Szereti? Én nagyon szeretem a mézet, szoktam alkalmazni, használni, úgy is mondanám, de nem forró tejába, hanem langyos tejába szoktam keverni, hogy maradjon valami benne. Nem tudom, ezt csak laikusként mondom. Egy szakember lehet, hogy azt mondaná, hogy igaza van. Úgyhogy szerintem a méz, mint egy természetes alapanyag, ez sokáig megmarad, nem csak divatban, hanem az egészségünk érdekében is. Úgyhogy hajrá, mindenki fogyasszon minél több mézet. Ezt már az Abba együttes is megmondta, hogy honey, honey, how you? Miközben a magyar könnyűzenei élet 50 éve kiemelkedő egyénisége bent szórakoztatta a nagy érdeműt, addig a Vásárudvaron méhész bemutatót tartott Tóth Endre, jársági méhész. Mire emlékszik vissza ebből a 3 évtizedből a legszívesebben? Igen, hogy mire emlékszem vissza a legszívesebben a 30 év folytán? Kicsit gondolkoznom kellene, de talán kapásból annyi. Emlékszem rá annak idején, a apukának, a édesapukája nyakába ült egy kis 5 éves kisfiú, aranyos kisfiú, szájtátva figyelve a méheket, viszont nagyon félve és fehéredve, és utána kiderült, hogy félt a méhektől, és mit ad Isten, azóta eltelt 30 év, 37 évet betöltötte, több száz családos méhészete van, nem pánikol nyilván természetesen a méhektől, megszerette a méheket, és csodálatos ez. Annyira csodálatos, mint maguk a méhek. Hazánkban a legsűrűbb a négyzetkilométer első méhcsaládok száma, ami 1,2 millió méhcsaládot jelent az egész ország területén. Ennyi méhecske szorgoskodik naponta tudatosan a mézgyűjtésén és járulékos pluszként a virágok beporzásán. Úgy tudnánk szemléltetni jól munkájuk jelentőségét, hogy minden harmadik betevő falatunk a méhek munkájának köszönhető. Egyetlen méh testsúlya 2/3-át is elbírja, és 5 hetes élettartama alatt egy kávéskanálnyi mézet hord össze. Egy befőttes üveg mézért 3-szor kell körülrepülnie a földi egyenlítő vonalát a méh családnak. A családoknak, melyek általában Szolnokváros lélekszámának megfelelő 80-90 ezer fős kaptárokban élnek. Szoktuk hangoztatni, hogy ha kipusztulnak a méhek, akkor az bizony az egész emberiség kihalásához vezet. Ez egészen biztosan nem csak szimbolikus értelemben igaz. Kétféle méhészt ismerhetünk. Az egyik, aki már kipróbálta az apiterápiát, és a másik, aki meg majd kifogja, és nagyobb hangsúlyt fog helyezni rá. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a méhek többek szerint a világ legjobb orvosai. Pont ezzel a címmel tartott előadást az Ifjúsági Ház szakmai szekciójában dr. Körmendirász János természetgyógyász, aki szerint az apiterápia, azaz a mélyszúrás terápia igazolt eredményeit nem lehet elvitatni. És a szklerózis multiplexnek a kezelésénél általános tapasztalat az az, hogy ugyan egy lassú kezelés, tehát eltelik körülbelül 1 év, amire olyan hatások vannak, amik láthatóak, de 80%-ban a betegeknek jelentős javulás érhető el apiterápiával. Apiterápiából most itt elsősorban a mészúrás terápiáról beszélek. Az előadó elmondta, hogy kutatásait több területen végezte. Foglalkozott még méhméreg kozmetikumokkal és a mézmasszázs méregtelenítő hatásaival is. Én bízom benne, hogy Magyarországon az apiterápiát egyre többen meg fogják ismerni. Az egyesületi elnök reményét fejezte ki, hogy egyre többen kezdik felfedezni, hogy a méhek készítette termékek mennyire jótékony hatással bírnak szervezetünkre, immunrendszerünkre. Lesz egy olyan támogatási forma, ami durván közel 1,5 milliárd forint évente. Ennek felét az Európai Unió, felét a nemzeti állam teszi hozzá, és gyakorlatilag kis túlzással sarkítva nagyképűen mi döntjük el, hogy ebből a pénzből mire fordítsa a hazai méhész társadalom.
Ez a bejelentés szintén fontos volt az előadások sorában, hiszen az OMME vezető egy éves összehasonlításban beszélt a támogatásokról, elvégzett feladatokról, célokról. Megtudtuk például, hogy az idei év a híresztelések ellenére jobb volt, mint a 2016-os, és hogy hazánk jobban teljesített a szomszédos országoknál is, illetve a magyar exportméznek már 40%-a kerül Olaszországba. Háromfrontos rendezvény populárisabb oldalán Etályban a lurkók és a zenekedvelők programjai zajlottak a színpadon. A gyermekek játékos előadáson tanultak a mézről. Hogy mit? Lássuk, halljuk. Kik csinálják a mézet, tudod-e? Oltos néni? Nem? A virágokba termelek. Virágokból is? Kik hordják össze? A méhecskék. Méhek hordják össze a virágból. De szereted a mézet? Igen. Miben? Teában, süteményben vagy egyéb dologban? Mindenben. Mindenben? Miért jó a méz? Lehet vele ízesíteni, jó teába is, limonádéba is. Sok mindenre jó. Sok mindenre bizony, például az énekes torkára, már aki használja. Kora délután Feke Pál énekelt vásári közönségének, aki szintén tudatosan használja a mézet. Én azt gondolom, hogy a méz az nagyon fontos, tehát nyilván az egyik legegészségesebb táplálékunk. Persze nagyon jó helyről kell szerezni, én nekem vannak nagyon jó beszállítóim, úgyhogy én is fogyasztom, hát az énekesnek szerintem a torkának az egyik legjobb dolog. Nyilván nyáron nem, mert hát megbolondulnék, ha ezt az édes dolgot meg kéne enni, de alapvetően nagyon szeretem, úgyhogy én nagy mézrajongó vagyok, pont. Nem csak a szórakoztató programoknak köszönhető, hogy sokan eljöttek Jászberénybe, a színpadi és szakmai történések mellett a vásár volt a harmadik vonzerő. Mit gondolnak a Nemzetközi Mézvás és Méz Találkozó, pláne, hogy már 30-dik, azért ez egy komoly rendezvény, nem? Igen, nagyon örülünk, hogy van ilyen, és eljövünk még a nagyon messze Hajdú-Biharból is ide. Így van, Létavértesről jöttünk, mi még 2-3 éve kezdtünk el a fiammal méhészkedni, körülbelül 2 éve már voltunk itt, a Létavértesről is rengeteg méhész jár ide, és akkor eljövünk, szétnézünk, beszerzünk különböző dolgokat. Ha sikerül egy-két méhésszel beszélgetni, akkor még tőlük egy-két szakmai fogást is meg tudunk beszélni. Nem tudom elképzelni, hogy ez egy nagyon drága koffer, vagy valami egyéb használati tárgy. Mit tud ez, kedves Gábor? Jó napot kívánok! Ez a méhészetnek ajánljuk, akik piacoznak, akik kijárnak piacra mézet árulni, hogy ki lehet nyitni, és ide be tudnak tenni kereteket a méhekkel, és rajta mászkálnak a méhecskék, és oda jönnek az emberek és nézik. A kiváló mézhez kiváló eszközökre is gondolom szükség van, hogy jó, tényleg olyan legyen a méz, ami aztán szívesen fogyasztja. Nem csak az eszközökre van szükség, hanem megfelelő szaktudásra. Ezt azért mondom, mert mostanában a méh szakmában nagyon sok új méhész van, és a szakmai ismereteik egy kicsit hiányosak. Ha azt kérdezném, hogy melyik a legfinomabb, vagy a legkülönlegesebb méz, akkor melyiket ajánlanád? Hát a legkülönlegesebbre arra ezt az igazán nagyon szép sütét színű mézet, a gesztenye mézet mondanám. Gesztenye méz. Gesztenye, igen. Ennek ilyen nagyon különös, sajátos aromája van. Ha pedig a legfinomabbat kérdezed, hát ez mindenkinek más, de nekem a hárs. Az egy ilyen könnyedebb, légiesebb, nagyon, de mégis olyan különleges íz.
kezdetek kezdetén gondolta volna, hogy így 30 év távlatában ide fog jutni ez a rendezvény, tehát a nemzetközi mű volt, ennyire erős lesz, ennyi országból, ennyi kiállító érkezik ide Jászberénybe? Hát ezt nem gondoltam, még álmomban sem. Akkor, amikor ezt a rendezvényt elkezdtük, akkor egy ilyen hiánypótlás volt abban az időszakban. Az első között volt igaz, ilyen típusú, meg ilyen jellegű rendezvény az országban. És ugye a rendszerváltás után, az egycsatornás értékesítési rendszer megszűnése után a mézvásár önmagában is minták alapján szerettük volna, hogyha méz társadalom itt megjelenik, és akkor itt a kereskedők majd versenyeznek, hogy ki ad több pénzt, nagyobb összeget a mézért. Hát ez az elején nagyon működött, és utána rájöttek a kereskedők, hogy ez nekik nem annyira jó. Utána kezdődött meg az a folyamat, hogy méhészeti eszközök mindig érdekelték a méhész társadalmat, és egyre nagyobb választék lett méhészeti eszközök vonatkozásában. És hát tulajdonképpen ide jutottunk, hogy Európában, amit lehet kapni méhészeti eszközt, azt itt most Jászberényben megkaphatják. Talán itt volt a legnagyobb fejlődés, és utána a látványosság irányában is, szórakozás irányában is próbáltunk elmozdulni, mert volt egy ilyenfajta igény is. Ön mit mond, mi a jelentőség ennek a vásárnak? Igen, tényleg én is találkoztam már nem egy olyan méhész kollégával, aki azt mondta, hogy én már gyerekkoromban voltam itt a mézvásáron, mert elhoztak a szüleim. Hát ennek örülünk nagyon, hogyha az egész család eljön, különösen, hogyha az méhész család. Hát így ismerkednek meg a gyerek is szórakoztató formában a méhészkedéssel, és ez nagyobb kedvet ad az ő számára, mint hogyha csak dolgoznia kell a méhészetben. Büszke? Megmondhatom azt, hogy büszke vagyok, igen. Mire a 30 egyenletes teljesít, sőt, az egyenletes teljesítményen túl a növekvő vásári résztvevő számra, illetve az egyre magasabb nívóra, vagy arra az egyesületi kiváló munkára, ami itt folyik példaértékűként? Én a legbüszkébb arra vagyok, hogy a méhész kollégák egyre inkább magukénak érzik ezt a rendezvényt. Mert amikor segítségre van szükség, azért még pár évvel ezelőtt nehéz volt összegyűjteni azokat a méhész kollégákat, akik segítettek ebben. Most már szívesen jönnek, örömmel jönnek, sőt, már itt-ott néha másokan is vagyunk, mert annyira szívesen jönnek. Ez a legnagyobb. Az én számomra ez a legnagyobb eredmény, mint méhész egyesület vezető. Mennyire végez komoly munkát az egyesület, a Szatmári László Jászsági Méhész Egyesület ennek szervezésében és a méz ázsiójának tovább terjesztésében? Már a múlt évben is végeztünk ilyen jellegű munkákat, néhány iskolában méz kóstoltatásokat végeztünk, és ez elég sikeresen alakult. Rengeteg gyerek megismerkedett a mézzel, aki még életében nem fogyasztott mézet. A jövő mézfogyasztói elsősorban a gyerekek. És egészséges táplálkozáshoz a mi véleményünk szerint hozzátartozik a méz, sokkal inkább, mint a cukor. És hát a jövőben is ugyanezt a munkát fogjuk végezni, őszi időszakban tervezzük, az idei évben is ezt, csak most már a lovagrendek hátterével. A 40 fokos melegben is volt jövés-menés egész nap, de mikor a nap a zeniten járt, inkább mindenki a sportcsarnokban keresett menedéket, ahol megalakult a Jászsági Mézlovagrend. A történelmi zászló is a város előjárója után, bemutatva ruházatukat, szépen uniformizált külsővel vonult fel az új lovagrend első és legfontosabb ceremóniájához. A színpadra érkezvén a vendéglovagrendek is felvonultak.
A lovagrendi felöltő még a zsinóros sújtásokkal a magyarságot, míg a hátán elhelyezett egyértelmű szimbólumokkal a jársági mivoltat hangsúlyozza. Kiegészítő a bocskai csákó és a lovagrendi medál. A rendavatásánál pedig első alkalommal került a nagyközönség elé a gyönyörűen hímzett lovagrendi zászló. A méz lovagrend zászlaja alapszíne sárga, mely az aranyló sárga napraforgó mézet jelképezi. Középen jász motívumokkal díszített címere látható, melyben megtalálható a lovagrend méze, a napraforgó, illetve az azt gyűjtő méh, valamint a lehelkürtje, amely a jászság szimbóluma. Továbbá a lovagrend neve, illetve alapításának éve. A jársági települések számának megfelelően 18 főt számláló mézlovagrend egyértelmű célja, hogy népszerűsítse a jársági mézet, azzal, hogy részt vesz szakmai és gasztronómiai rendezvényeken, fesztiválokon, vásárokon, miközben ápolja a több száz éves jársági méz hagyományt. A jársági méhészkedés hagyományait és a jászsági méz jó hírnevét nem csak Magyarországon, de külföldön is képviselem, népszerűsítem. E cselekedetemmel magamat a jászsági hagyományőrzés szolgálatába állítom. Isten engem úgy segíjen. A Bertalan János jászkapitány által felvezetett közös lovagrendi eskü után Rozman Gréta mészkirálynő utolsó cselekedeteként minden tagot lovaggá ütött, miközben dr. Szabó Tamás polgármester átadta az erről szóló tanúsítványt. Kétfajta áldás is érkezett a lovagrendre. Az egyiket Capko Mihály atya kérte a jó Istentől, a másik pedig folyékony formában a jászsági pálinka lovagrendtől érkezett, akik mézes pálinkával szentesítették az alakulást. Most, amikor a zászlót megáldjuk, nem csupán egy tárgyat áldunk meg, hanem imádkozzunk mindazokért is, akik ebben a lovagrendben benne vannak, az ő családjaikért, az ő munkájukért, a céljaikért, mindazért, amiért magát ezt a lovagrendet ők is életbe hívták, hogy a Jóisten áldása legyen rajta. Vadas Gábor a Baján Magyarországon elsőként megalakult Szent Ambrus lovagrend nagymestere is köszöntötte az új lovagrendet. Örülök annak, hogy bővült a mézlovagok tábora. Sok szeretettel köszöntelek benneteket a Magyarország összes mézlovagrend és összes mézlovag nevében. Jó munkát, sok sikert és kitartást kívánok. Köszönöm. Az alakuló ceremónia végén Molnár György, a jászsági mézlovagrend nagymestereként köszönte meg a 15 hazai lovagrend támogatását és megtisztelő látogatását. Azt érezzük, hogy velünk együtt gondolkodnak, együtt éreznek, és ez nagy megtiszteltetés a mi számunkra, és szeretném, hogyha a jövőben is tudnánk együtt dolgozni azért, hogy a magyar méz népszerűbbé váljon, és minél több belföldi fogyasztót találjunk, hogy a mézet ne kelljen külföldön értékesíteni, hanem a mézünk nagy része belföldön értékesüljön. Miközben a vásározók kint és bent is szemezgethettek a dísztárgyak kóstolók bemutatók sorából, addig a mészkirálynő jelöltek sorban vizsgáztak a zsűri előtt. Köztük a Jászberényi Márton Lillával, aki idén csak próbára tette magát különösebb célok nélkül. Erős mezőny minden esetre, és mindenki nagyon szép, ügyesek, okosak, úgyhogy van bőven versenyző. Örömmel jelenthetem és megmutathatok mindenkit, hogy 2017-ben is lesz a méhészeknek mészkirálynője. Molnár Ferenc méhészeti szaktanácsadó, a zsűri elnöke nem sokáig csűrte a szavakat, így gyorsan kiderült, hogy Márton Lilla elhozta a kötelezőt, mint közönségdíjas Jászberényben. Gratulálunk! Az udvarhölgyek Lesti Kitti, Tápió Szecsőről és a budapesti Barizs Adrián.
Ki az, akit 2017-ben Jászberényben a jubileumi 30. nemzetközi mézvásáron és méhész találkozón mézkirálynőnek választottak, aki a következő egy évben fogja képviselni Magyarországon és határainkon kívül a magyar mézet, a magyar méhész társadalmat? Balla Nóra Zámolyból! Mit gondoltál, mit éreztél, mikor a fejedre került a korona, a mézes korona? Hát mikor kimondták a nevemet, akkor igazából még nem tértem magamhoz. Milyen koncepcióval indultál a Mézkirálynő címért? Mit szeretnél tenni a magyar mézért? Mézkirálynőként szeretném kiemelni a gyerekeket, több iskolába, óvodába, árvaházakba, valamint kórházakba ellátogatni, megismertetni velük a méhészeti termékek jótékony hatásait, illetve a méheknek a fontosságát. Az előző királynőket folyamatosan végigkísértem, tehát figyeltem az ők munkásságukat, ezáltal ebből is tudtam tanulni, hogy mit, hogyan kell csinálni. Méhész családból származol? Igen, már a nagyszüleim is méhészettel foglalkoztak, így a szüleim is méhészkednek, és most már a testvéreim is főállású méhészek. Tehát már kiskoromban is elég sokat mentem a méhekhez, segítettem a munkálatokban, és megismerhettem ezáltal a méhészeti termékek hatásait. Mit szeretnél te kezdeni ezzel a sok tudással, ami már mögötted van, illetve a családi tradícióval? Folytatod? Tehát ez a kikövezett út, vagy ez csak egy mellékága, és más szeretnél az életedben? Hát jelenleg még tanulok turizmus vendéglátás alapszakon, és rendezvényszervező szeretnék lenni, viszont emellett szeretném még a családomat támogatni a méhészkedéssel. Tehát ugyanúgy folytatnám velük a méhészkedést is. Lesz saját jelmondatod, vagy van már valami, amit így kitaláltál? Igen, két jelmondatom is van. Az egyik az az, hogy minden nap egy kanál méz az egészséges életért, valamint óvjuk a természetet, óvjuk a méheket. Szükség is lesz erre a gondolkodásra, mert Magyarország már a harmadik legnagyobb méztermelő ország, és itt a legsűrűbb a négyzetkilométer eső mézcsaládok száma. Az elmúlt 30 esztendőben gyakorlatilag megduplázódott a tenyészállatok száma, ami más területen szinte elképzelhetetlen lenne, mesélte stábunknak a rendezvény értékelésénél Prosz Péter, az OMME elnöke. Óriási kezdeményezés volt ez Molnár Györgytől és a Jászberény méhészektől, és az, hogy van ennek létjogosultsága, azt igazolja, hogy ma van a 30. alkalommal. Ma sokkal nagyobb szaktudással lehet mézkedni, mint régen. Ma már az nem működik, hogy kitesszük a méhcsaládot bárhova, és az megél. Ma már a méhésznek sajnos gondozni kell, és külön szerencse, hogyha adódik annyi méz a természetből, amit el tudunk venni a méhektől, és értékesíteni tudunk. Aki itt volt, egész biztos üres kézzel nem távozott. Vagy megvette, vagy megette, vagy megnyerte tombolán, de valami vásárfia jutott mindenkinek. A sztárvendégek koncertjeit este Freddy zárta, az Eurovízióban megismert énekes nagyon figyel fit, egészséges életmódjára, így cukor helyett például mézet használ. Én cukrot nem igaz, az egyszerű cukrot azt nem igazán használom, úgyhogy ha esetleg kávézom, vagy bármi mást, amit meg szeretnék édesíteni, hogyha csinálok egy zappalacsintát, akkor az abba is méz kerül. Én eleve szeretem azt, hogy egészen más édességet ad mindennek, mint eleve a cukor, meg az ember megvan az a tudat, hogy mégis csak egy elképesztően természetes dologról van szó, úgyhogy bennem ez jó érzés kelt igazából, hogy soha nem romlik meg gyakorlatilag, tehát ha esetleg kikristályosodik, akkor sincsen semmi baj. Teába is nagyon szeretem, úgyhogy én nagy fan vagyok. Ez a koncert volt a záró momentum a 30. jubileumi mézvásár és méz találkozónak, mely biztosan aranyló betűkkel kerül majd be a krónikákba, a jelentőség teljes már-már méz történeti pillanatok miatt. Ha egy rendezvény 30 esztendős korba lép, akkor már kiállta az idő próbáját. Van rá igény, és vélhetően egyre patinásabb, nemesebb lesz a róla alkotott kép. Egy biztos, a rendezvény kinőtte önön határait, így mindenképpen mennyiségi, de várhatóan minőségi előrelépés is következhet a jövőben. Jöjjenek el legközelebb is, hogy meglássuk, mennyire lett igazunk.